Egy jó hangulatú képzésről van szó, ahol ugyanakkor kemény és fegyelmezett munka folyik, mondta Fercsák Róbert a köszöntőjében. Részben a hagyományokhoz ragaszkodnak, részben pedig újat nyújtanak a 10 nap alatt, hiszen visszatérő és új növendékekkel is együtt dolgoznak, mondta a kurzus vezető tanára. Ez természetesen a tanártól is egy más hozzáállást vár egy olyan növendék esetében, aki mostár először a zongora mellé, mert észrevette, hogy valami hangja van, és más igényel az, aki már elénekelt 3 főszerepet, és most éppen egy 4. főszerepet mondjuk így beállítani jön, vagy beénekelni ide. A színpadi megjelenést és mozgást az idén is Király Miklós operaénekes oktatja. Én annó kitaláltam a dolgot, hogy borzasztó nehéz. Egy 2x2 négyzetméteres ilyen kis színpadszerű emelvényre áll, a delikvens ott állunk szemben rossz indulattal, és nézzük, és neki úgy kell előadni a művészetét, amin én nehezebbet még nem találtak ki. Neumark Zoltán zongorán kíséri az énekeseket. Bajára és a képzésre mindig szívesen tér vissza, mondta a zongora művész. A tanárok és a diákoknak a állandó megújuló energiái az nagyon sokat ad. Tehát itt szinte óránként történnek katartikus dolgok. Negyedszer érkezett Bajára ösztöndíjasként Donkó Imre, aki az egyik kurzus után kapta meg első főszerepét, amikor a Varázsfuvolában Papagénóként mutatkozhatott be. A színpadi jelenlétnek a hiányoségében kapok nagyon-nagyon sok hasznos információt. Ez főleg a Király Miklós órán jön elő elsősorban. 5 éves a Kultúrpalota, a szabadtéri produkciók és az operajátszás is a városban, vagyis egy sikertörténet közepén járunk, mondta köszöntőjében Szécsi Máté. A komoly zenét illetően pedig a várost most már országos, sőt nemzetközi szinten is számon tartják, tette hozzá a művészeti vezető. Nyugaton, illetve Amerikában ez egy jó néhány 10 éve bevett trend, hogy egy sokkal komplexebb képzésről szólnak a kurzusok, ahol az énektechnika mellett a színpadi képzés is benne van, hiszen egy énekes nem csak arról szól, hogy kiáll és technikailag szépen tisztán elénekel valamit, azt elő is kell adni. A kurzust gálaműsor zárja augusztus 20-án a Vízi Színpadon. Az, hogy milyen produkciókkal állnak majd ki az énekesek a bajai közönség elé, a kurzuson alakul majd ki.